Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. 218 új hallgató kezdte meg a tanévet az STM mezőgazdasági karán. Évről évre egyre többen tanulnak Hódmezővásárhelyen, idén már 750-en. A legnépszerűbb az agrármérnök és a mezőgazdasági mérnök képzés, hangzott el a tanévnyitó ünnepi tanácsülésen a Városházán, ahol Mikó Edit dékán készfogással fogadta hallgatóvágójákat, akik új lehetőségként például agrár digitalizáció képzésen is részt vehetnek, ami szinte nélkülözhetetlen a modern mezőgazdaságban. Az elmúlt évhez hasonlóan nagy volt a jelentkezők száma, és ma 218 új hallgató kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi mezőgazdasági karán. Mikó Edit dékán úgy látja, hogy az ágazatuk most a klímaváltozás miatt minden eddiginél nagyobb kihívásokkal néz szembe, ehhez alakítják képzéseik anyagát is. Meg kell változtatnunk bizonyos szempontból a tudás anyagunkat, az oktatás anyagainkat, mert az ennyire gyorsan, intenzíven változó környezet mellett nem biztos, hogy például ugyanazokra a fajtákra van szükség az állattenyésztés, a növénytermesztés területén, amire 50 évvel ezelőtt szükség volt ahhoz, hogy tudjunk takarmány növényt termeszteni, ahhoz, hogy tudjunk élelmiszer alapanyagot előállítani a lakosság számára. Természetközeli hivatást szeretett volna választani Vas Alexandra, aki jelenleg is önkéntesként dolgozik egy állatmenhelyen. Most pedig elkezdte vadgazda mérnöki alapképzését a vásárhelyi karon. Az agráriumot azért választottam, mert van egy ilyen képzésük, hogy a vadgazda mérnök. Én mindig oda voltam az állatokért, nem véletlenül választottam ezt a szakot, mert itt főleg az állatokkal fogunk foglalkozni, meg az élőhelyeikkel. Hogy hogyan tudom én azt megvédeni, meg az állatokat is hogyan tudom ellátni, meg megvédeni. A több mint 200 első éves agrárszakos hallgatót Márkizai Péter, Hódmezővásárhely polgármestere is köszöntötte a tanévnyitón. Hangsúlyozta, hogy a város mindent megtesz az egyetemistákért. Hódmezővásárhely nagyon büszke arra, hogy itt nem csak kiváló középiskolák, általános iskolák vannak, hanem hogy itt működik egy egyetem, egy nagyon színvonalas és nagyon régóta jól működő agrár felsőoktatási intézmény is. Nyilván minden alkalommal, amikor csak tudjuk, akkor igyekszünk támogatni is az itt tanulókat, és elsősorban természetesen olyan környezetet biztosítani ebben a városban, amely lehetővé teszi a hallgatóknak, hogy itt a tudományra tudjanak koncentrálni, de egyben jól is érezzék magukat. A vásárhelyi karon idén 32 külföldi hallgató is megkezdte tanulmányait. Érkeztek Brazíliából, Kínából és Indonéziából is az Agrár Felsőoktatási Intézménybe. Elkezdődött az új tanév, és ezzel párhuzamosan a könyvtár nyitvatartása rendje is visszatérte az eredeti kerékvágásba. A diákok számára folytatódik az önkormányzati támogatással megvalósuló olvasóklub, és a különböző kulcsprogramokra is ismét várják a jelentkezőket. Újdonságként a felnőtteknek szerveznek gépírás tanfolyamot, és az író-olvasó találkozókból is lesz bőven. Többek között Endre Judit televíziós műsorvezető érkezik Hódmezővásárhelyre még az ősszel. Az elmúlt hónapokban mintegy 300-400 fővel emelkedett a könyvtári látogatók száma, így ők is örülhetnek, hogy ettől a héttől újra programok sorát kínálja az intézmény, amely az igények felmérését követően állt össze. A helyi szerzőknek a köteteit mutatjuk majd be az év során, amik még majd ezután fognak megjelenni. Nagy nevekkel is készülünk, október elején Endrei Juditot várjuk a felnőttekhez. Illetve hát sikeres gyermekszerzők is fognak ellátogatni ide a könyvtárba, ezt már nagyon lelkesen szervezzük és nagyon várjuk. Ez a könyvtári könyvklubhoz kapcsolódik, ami a Kulcs az olvasáshoz program keretében zajlik és önkormányzati támogatással valósul meg. Míg a gyermekkönyvtár olvasóklubjához az első évben 223-an csatlakoztak, addig ezen a nyáron már több mint 500-an töltötték ki a feladatlapokat. Ez a program azért népszerű, mert a fiatalok a kiválasztott olvasmányokat megkapják ajándékba, sőt a szerzőkkel személyesen is találkozhatnak. Továbbá folytatódik a középiskolások számára meghirdetett Kulcs a nyelvtanuláshoz kurzus, valamint a felsősök gépíró tanfolyama is. Ami teljesen újdonság, hogy felnőtteknek is meghirdettük ezt a lehetőséget.
Tehát várjuk a jelentkezéseket felnőttek részéről, akik szeretnék elsajátítani a gépírás alapjait, ezt 50 órában tehetik meg, és igaz, hogy ez egy költségtérítéses szolgáltatás, de nagy lehetőség, mert iskola rendszeren kívül így a felnőttek ezt a hiányosságot tudják pótolni, illetve a napi munkájukban vagy magánéletükben nekik is nagy segítség. A könyvtári szolgáltatások díjazása nem változik, a hagyományos olvasójegy helyett azonban egyre többen használják az intézmény megújult mobil applikációját. A tanévkezdéssel megugrott a Szeged és Hódmezővásárhely között ingázók száma. A főként diákokból álló utazó közönség megoszlik a vasútvillamos és a buszjáratok között. A legtöbben úti céljuktól függően választanak tömegközlekedési eszközt. Az egyetemisták örülnek a tramtrénnek, de sokan a megszokott buszokat választják, mert azok sűrűbben járnak. Hatalmas volt a tömeg reggel 7 óra körül a busz és tramtrén megállókban Hódmezővásárhelyen a Hősök terén. A főként diák utasok 6.30 és 7.30 között 8 Szeged Marstérre tartó buszra szállhattak fel, tramtrénből azonban csak 2 indult ebben az idősávban. A buszok így is tömve voltak, a vasútvillamosokon pedig bőven akadtak szabadülőhelyek. Legtöbben az úti céljuk miatt választják a bevált buszokat az új alternatíva helyett. A busz pontot rak le a suli előtt, és a tramtrén nem megy úgy pont oda. Nekem egy picit a tramtrénen ilyen zsúfolt az egész társaság, és inkább megyek busszal, mert hát sokan vannak a tramtrénen nekem. 3 évig ezt használtam, így emiatt a bolánbusz nem maradok, még így is, hogy ugyanazok a jegyek. Nekem nem, egyáltalán nem éri meg, mivel az ugye bemegy a városközpontba, úgyhogy nekem továbbra is a busz marad. Nem oda megy sajnos, nem tudok elmenni, a suliig nem jutok el addig. Olyannal is találkoztunk a megállóban, aki tramtrénnel járna át Szegedre, de a jegyvásárlással rendszeresen problémái vannak. Van, hogy itt a Hősök terén nem működik a jegyautomata még a mai napig, és akkor lútri, hogy le kell ide sétálnom, megnézni, hogy működik a jegyautomata, és akár tovább sétálnom egészen az uszodáig. A szegedi tramtrén megállók elhelyezkedése miatt a Tudományegyetem hallgatói közelebb szállhatnak le az intézményhez, ha a vasútvillamost választják, az átszállással sem kell bajlódniuk. Szerintem egyetemistaként nagyon hasznos egyébként, mert ugye pont olyan helyeken megy végig a tramtrén vonala, és olyan helyeken vannak a megállók, hogy nagyon sok egyetemi épület könnyebben elérhető, mint például buszokkal. Szóval szerintem mindenféleképpen pozitív. Időben is jobb, úgy végzek az egyetemen is pont, hogy nekem az úgy pont jó. Szerintem nagyon hasznos, mert én például a Dom térre fogok járni, ugye, és pont ott áll meg, szóval így nem is kell sokat sétálni, meg buszozni, meg minden, szóval nekem nagyon hasznos lesz, én direkt erre vásároltam a bérletet is. A tramtrén kombinált bérletára, amivel a szegedi helyi közlekedést is használhatják az utasok, 21.200 forintba kerül. Ezzel a közlekedők a volán buszaira is felszállhatnak, csak Szegeden és Vásárhelyen túl kell kiegészítő jegyet váltaniuk a távolsági buszokon. Üdítővel és süteménnyel várják a gyermekeket a megújult Népkerti játszótér ünnepélyes átadásán szeptember 10-én, szombaton 16 órától. A jó hangulatról a Sajtkukac duó gondoskodik majd, és lesz csillámtetoválás is. Reméljük, a nap is ki fog sütni a hangulatos avatáson. A Népkertben lehorgonyzott hajó az önkormányzat 3 éves 100 millió forintos játszótér felújítási programjának leglátványosabb eleme, ami az idei év legnagyobb dobása. A 14 millióból megvalósult korszerű játék 11 elemén egyszerre akár 30-an is játszhatnak, többek között a csúszdákon, mászóalagutakon és kötélpályákon. Az NB3 középcsoportjában a Hódmezővásárhelyi futballklub ezúttal a Ferencváros második csapatát fogadta a városi stadionban. A vendégek mérlege az őszi szezon kezdet óta 4 vereség, 1 döntetlen és mindössze 1 győzelem. Míg a Vásárhely csupán a legutóbbi fordulóban az MTK2 otthonában kapott ki. A mérkőzés tétje az volt, hogy a kék-sárgák folytatni tudják-e a hazai sikerszériájukat. Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés. A közönség, a játékosok és a vezetők felállva emlékeztek a Vásárhelyi Televízió operatőrére, Hűvös Oszkárra. Oszi, ahogy mindenki ismerte őt, majd 2 évtizeden keresztül volt a helyi sportesemények és a vásárhelyi labdarúgó csapat mérkőzéseinek megörökítője. Emlékét a helyi futballklub is szeretné megőrizni. Ő az az ember, aki abszolút nem volt megosztó, hanem mindenki egyformán szerette, azért, ahogy dolgozott, ahogy hozzáállt ehhez az egészhez, és én azt gondoltam, hogy maradjon egy örök emléke itt ebben a stadionban, és tegyünk egy kis emléktáblát ebbe a kis közvetítő állásba, és legyen ez róla elnevezve. Mindkét csapat egy-egy hétközi vereséget követően lépett pályára a bajnokság 7. fordulójában.
Azonban míg a vásárhelyiek fő célja az volt, hogy itthon tartsák a három pontot, ezzel megőrizve hazai veretlenségüket, addig a Ferencváros fiataljainak az volt a szándéka, hogy bizonyítsák, idegenben is képesek pontot, akár pontokat szerezni. A mérkőzés szinte egészére jellemző volt a meddő mezőnyjáték. A csapatok csak a félidők hajrájára tudtak szép futballt bemutatni. A két hazai gól is ekkor született. Az elsőt Irmes Dávid szerezte egy baloldali centerezést követően. Szabó, Zabarihoz vissza, Zabari teszi középre, valaki a kapuba kotorja! Talán Irmes érkezett ott középen. Sikerül megszerezni a vezetést a mérkőzést 44. percében teljesen váratlanul. Az 1-0-ás félidőt követően a második játék részben is kevésszer forogtak veszélyben a kapuk. A 85. percben kiváló egyéni teljesítményt követően egy mindössze 17 éves fiatalember vitte be a döntő találatot a Ferencvárosnak. Erhard, Bata érkezik a túloldalon, de Erhardnak azt végig kell vinnie, főrúgni sem tudják. Erhard Dominik a kapuban lő a 84. perc legvégén! 2-0-ás vásárhelyi vezetés, innen nem hiszem már, hogy fel tudnak állni majd a vendégek! Nem is sikerült nekik. A HFC ezzel a győzelemmel megőrizte hazai veretlenségét. Éreztem a fiúkon, hogy nehezek a lábak, ahogy már említettem is, de olyan mentális erő jött elő, meg a közönség is támogatott minket, amikor pont kellett át tudtunk esni a holtponton. Az első fél időben sikerült gólt szereznünk, és úgy tudtunk menni ugye pihenőre. A második fél idő az kicsit melósabb volt, gürisebb volt, ugye megjött az ellenfél, de nem tudtak úgy helyzetet kialakítani, nem tudtak megint kerülni. Viszont nekünk mi pont a támadásból tudtunk ugye előnyt növelni még pluszba, illetve volt még két olyan nagy helyzetünk, hogy az majd ablak volt, és a vége azért így egy magabiztos győzelem. Élete első NB3-as találatát jegyző Erhard Dominik örül, hogy bizonyíthatott. Egész életemben erre készültem, hogy ebben a ligában is esetleg majd följebb is tudjak pályára lépni, gólokat rúgni. Szerencsére fél időben a mester beállított, és tudtam hozzátenni a játékhoz. Segítettem a csapatot, szerencsére góllal is sikerült. A Ferencváros mestere tisztában volt vele, hogy mire számíthatnak a mérkőzésen. Tudtuk, hogy egy jó csapathoz jön, aki a tabel elején át tudtuk, ismertük a játékukat, egy kicsit a saját játékunkat változtattunk. Az első félidőben egyébként ez talán működött is, úgy érzem. Nyilván jött egy hiba, amivel az ellenfél meg tudta szerezni a vezetést. A másik félidőben egy sokkal jobb meccset láthattak a nézők szerintem, mint az első félidőben. Ebben most a 60-as mindenképpen jobb volt. A HFC az eddig lejátszott 7 bajnoki fordulóban 18 pontot gyűjtve a tabella harmadik helyén áll, holtversenyben az SMTK-val. A listavezető továbbra is az eddig veretlen Iváncsa 19 ponttal. A vásárhelyi kéksárgák a következő fordulóban jövő vasárnap a negyedik helyezett Dunaújvároshoz látogatnak. Hazai pályán legközelebb szeptember 25-én játszik a csapat, akkor a Budapest Honvéd akadémistái látogatnak majd el a városi stadionba. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, szinte adásunkkal egy időben adják át a megújult Visszhang utcai olvasókört, a holnapi híradóban megmutatjuk a részleteket, hogy milyen lett. Most jön az időjárás előrejelzés, híradóval pedig kedden 17:30 perckor várjuk Önöket legközelebb. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!